Na hello, sziasztok! Végre elérkeztünk a várva várt Phasmophobia következő részéhez, és ebben a részben Bencével fogok játszani, ugyanis regentegen kértétek, amióta Bencével live voltam még este régen Phasmophobiát, nagyon sokan írtátok kommentbe Bence YouTube csatornáján a videó alatt, hogy csináljunk még, és nekem is rengetegen írtátok, úgyhogy eljött az idő, felvettem egy random játékot, igazából Bence nem is tudja, majd úgyis meg tudja, amikor megmondom neki, hogy ja, amúgy felvettem ezt a videót és kirakom. Szóval direkt random akartam fölvenni csak úgy egy videót, hát ha jó lesz, jól sikerül, úgyhogy ki is rakom, hogyha jól sikerült, szóval ha ezt a videót látjátok, akkor valószínű nem volt olyan rossz azért. Nézzétek el, fáradtak voltunk már nagyon, hajnalban ránk jött a játszhatnék, és akkor elkezdtünk játszani szokásosan. Iszonyú fáradtak voltunk, de még lefekvés előtt úgy döntöttünk, hogy akkor játszunk egy-kettő kört, és ez így született, ez a csodálatos videó. Szóval nagyon spontán, nem megtervezett random, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel. Na nézzük, ó, milyen jó férfiaktól, milyen jó nő. Hát ennyi. Felcserélődtek itt a szerepek a játékban. Na nézzük, vásárlás. Na de várjál, mink van? Hát szerintem semmink. Én veszek egy erősebb lámpát. Azt én is veszek. Ezzel már elment a pénzem egyharmada. Nyugtató nem kell nekünk, úgyis meghalsz. Hát ez minek. Füstölő talán. Meg akkor veszek egy öngyújtót, mert nekem most volt pénzem. De hagyni kéne még, nehogy izé lecsövüljünk. Úgyis lecsövülünk. Kezdjük valami light tippájával, amiben van egy kis sikerélményünk. Egy kis izé TikTok srác vagy most nézlek. TikTok srác? TikTokos fresh fiatal TikTokos! Üzemben. A kutyám tipikusan mindig a szó szerint a lábam alatt van. Milyen jó az már, hát én is azt szerintem, hogy valami szűrös legyen most a lábam alatt. De izé, az a baj vele, hogy mindig rálépek véletlen. De aranyos. De aranyos! Hát de tényleg meg kell lenni. Minden rendben otthon? Hát de tényleg nagyon... Bántottak! Már elvonási tüneteim vannak már konkrétan. Kell egy szőrös kisállat nekem. Fejtsük meg miféle kísérletet, oké? Mozgás érzékelő tuti nem hoztunk. Nincs is a pénzünk. Le kell fotózni a szellemet, és el kell érnünk, hogy a kísértet egy gyertyál. Nincs gyertyánk. De van öngyújtónk, szerencsére azt hoztam. Az jó, majd találunk bent valamit. Úgyhogy bent keresünk valamit, igen. Na jó, akkor menjünk. Amit meg tudunk csinálni, az akkor le kell fotóznunk a szellemet, és hát, ha van gyertya. Hozol egy öngyújtót, akkor... vagy nálad van? Hát, ez most már nem fér hozzám, de majd kövinek. Én most csak ki akarom deríteni, hogy hol van, vagy hol nincs. Jó napot kívánok! Jó napot. Van itt egy kocsi kulcs. Zsír. Kapcsoljuk fel a villanyt. Ja, nincs villany. Oké. Hol van itt az áram? Itt van. Amúgy, akkor most hall minket, amikor üldözés alatt vagyunk? Tehát, hogyha ha most én elkezdek dumálni... Nézd itt egy csont! Ó, király, várjál, lefotózom. Milyen szép álkapocs. De szép. Instára mehet. Opa! Basszus, véletlen lefotóztam a lábadat is. Lábfétisem van, bocs. Na hát nekem is. Tényleg? Na, király. Ja. Most, hogy ezt is megtudtuk így egymásra. Egy közös nevező végre. Megnyitom a csapot, tudod, mert nekem az fontos. Nekem meg ez a krumpli, amit Maris mutatott. A krumpli? Aha, na állj. Hol van a krumpli? Most nincs itt. Lehet, hogy a krumpli a kísértet? Ide rakom a könyvet. Hogy is kell lerakni? Basszus. Ja. Király, most behozom az öngyújtót, te keres addig gyertyát. Én ott a lajtot? Én nem. Na akkor ő nyitogat valamit. De legalább illedelmes és nem szellem módjára átsuhan rajta. Amúgy igen, ezt nem tudom ezt miért csinálni, hogy egyszer átmennek a falon, egyszer meg... Ezt a valóságban is megkérdezném egy szellemtől. Úristen, ha én szellem lennék, tudja, én nem bajlódnék azzal, hogy ajtót nyitogassak. Ja, bocsi, ez én voltam. Megnézem itt minden. Amúgy hallod, úgy sétál a karakter, mint valami öreg nyanya. Fáradt terékkal. Ez tragikus, ezt te kapcsoltad? Mit? A pince és lámpát. Ja, igen. Hála égnek, hú, most néztem is, hogy... Hát ez hát magától. Nem látta egy gyertyát valahol? Nope. Lehet ezen a szinten nincsen. Úgy de pekjesek lennénk. Na, az nagyon szomorú akkor.
De ez ilyen tipikus, meg se lepődnék magunkon amúgy. Gyertya? Oh, itt egy gyertya, nézd csak! Hogy is kell azt? Na. Várj, meg ne gyújtsd még, csak majd akkor, hogyha jön. Hát de hogy kell alapból gyújtani? Vagy igazából meggyújtatod, miért? Na hát úgyis majd elfújja, amikor kedve van, ez nem fog tudni leégni, mint a füstölőnk. Vája, itt is meg kell nyitnom a csapot. Nem tudok felugrani az ágyra. Olyan vagyok, mint egy gyerek, aki szeretne ráugrani és így ugrálgatni rajta, csak... Igazából el akarok menekülni a szellem elől, csak nem hiszem, hogy tudok. De hát eddig fel lehetett menni az ágyra. Erre biza nem. De én hát zse. Mi az, hogy... Haha! Ezt nézd! Asztal! Bi-b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 i. Ja, itt, aha, értem. Hey. Jó, hogy én ide jövök így. A jó éjszakát! Itt fogunk elmenekülni, jó? Tehát ez tök jó lesz. De hát fia, fölírünk, elkap. Ez az, hogy sietni kell, tehát hogy... Hát látom, nagyon siet. Ezt kell beadni menekülés közben. Ha a szellem a zájnak a bal oldalához megy, akkor mi a jobbra megyünk. Hogyha a jobbra, akkor balra. Tehát ez lesz a taktika. Felkínálom magam. Gyere szellem, itt vagyok. Várlak. A TikTok srác. A TikTok srác. Ó, minusz fok a konyhában, jó van akkor. Ó, az jó, az jó. Ó, itt is, várjál, itt is van egy gyertyát. Miért nem vettem eddig észre? Vagy... Melyik konyha? Na hát akkor a konyha-konyhába, pont ahová helyezted le a könyvet, tehát megérezted, hogy itt lesz a szellem egészen. Na. Konkrétan ez itt a szobájam. Ez a kenyértartó? Give us a sign. Oh, Jézusom, de meglettem! Úristen, nekem nagyon visszhangzott. Ó, kakilt a kutyám. Nem, basszus, fel kéne szednem a kakit. Bele fog lépni. De nincs neki helye, vagy oda kakilt? A Lecter nem. Hát ő pelusa van. Csak ugye Lecter, ne nyújj hozzá. Úgyhogy addig próbáld meg. Jó, addig nem halok meg, vagy hát ki tudja. Bújj el addig, vagy nem tudom, siet. Ja, még kakil, várja, megvárom. Hogy tud ennyit kakilni egy kis állat? Van amúgy nálad kamera? Van. Ami olyan kamera, hogy videókamera? Ja, nincs. Akkor várjál, hozok. Ja, nálam van, lol, mi a tököm? Akkor miért kérdezett tőle? Hát ez az, még én magam is meglepődtem. Vibráltak a lámpák. Majd amúgy ezt az EMF-et tudod nézni, hogy írnak-e bele, hogy hányasra megy fel. Aha, amúgy hallod, ezek a polcok eddig is ki voltak nyitva? Én nyitogattam őket, hogy kerestem a krumplit. De hozok akkor be Dots projektort. Persze, hagyj itt, most fog csak mindjárt óvatosan. Hantolni gyorsan. Tudod, az ágy. Ah. Amúgy nagyon csendes. Ezt meg kell jegyeznünk. Jézusom! Gyere vissza, mert félek! Jövök. Kettes volt az aktivitás. Mellettem fölkapcsolta a villany, tök para volt. Le kell fényképeznünk. És UV lámpánk van? Van. Hozok. Tényleg van? Raktam be direkt, úgyhogy hozok. Akkor megyek ki. Hogy elsprint? Júj! Júj! Hát ez megint juhúj lesz. Kettő is van. Rajta kell kapnom. Akkor hozzunk kettő. Van egy nyugtatónk, tök jó. Oké, valamelyikünknek kint kéne maradnia és nézni a kamerát. Van kamera, be van állítva? Aha. Bevállalod ezt? Én lekapcsolom bent a lámpát, és akkor te addig tudod jó, nézni. Szellemgömb, ugye? Bár. Szellemgömböt is kell nézni, meg mit is kell nézni? Meg hogy átfut-e egy árny azon a fényes és tucson, hogy a jobb, hogy jobb őt látni? Hát úgy, hogyha én ezt is lekapcsolom, meg ezt is, és akkor Night Vision módban. Mármint ez a fekete-fehér? Az. Ah, csak ez nem egy modern kamera, és azért? Hát ez nem egy modern. Itt van a kézlenyomat, oké, van új lenyomata is. Ezt le kell majd fotóznunk. Basszus, pont nálam van a fényképezőgép. Új. Kettőt már be tudunk kéni. Fagypont alatti, meg új lenyomat, és akkor nézzük csak, mi van itt. Hogy lihegsz? Lesz vajon gömb, vagy ilyesmi? Én nem láttam. Várjál közben azért, hoppá. Közben nézzük a naplóba, berakom. Bizonyítékok. Új lenyomat volt, és fagyos hőmérséklet is volt, ugye? Aha. Ó, 1, 2, 3, 4 lehet. Démonom biztos, hogy nem, mert ehhez túl nyugis ez a szellem. Volt amúgy aktivitás. Na most megy le, már most kim vagyunk. Vissza kell kapcsolnunk az áramot. Jaj, de reket vagyok, mint nagyapám. Sok dohányzás.
Sok dohányzást. A kubai szivarok sorozata. Hú, de sötét van, tényleg. Ja, nekem nincs is felkapcsolva. Basszus. Na, hallottam. Nem történt semmi. Fokozzák a seggemet. Véletlen volt. TikTok srác, just be TikTok hallott, srác. Valamiből kell a nézettség, érted? Azt egy női segg csodákra képes. Akkor hova rakjuk ezt a bigbirit? Bigbirit? Ah! Ja! Mi volt ez? Vagy készítsd a kamerát, nézd, csak megnézzük, hogy van itt. Nézd, itt van még mindig az új lenyomat az ajtón. Na, ide jó vagy, oké. Okay. Három csillagos finger. Tessék, ott van. Meg előtte van egy három csillagos seggfotóm. Ott van, ledobtam a kamerát, tied. Hallod? Give us a sign. Lekapcsolod a, vagy lekapcsolod egy kicsit a villanyt, hogy lássam, hogy átfut-e majd? Vagy nincs égés? Sajátomat így? Aha. Bár nem tudom, hogy a számít-e. Aj, be fogok szalni, Polla, hát most ne csináld már ezt vele. Jó, kapcsolod csak vissza nyugodtan. Are you here? Isten. Hát nem én kapcsoltam fel ezt a lámpát. Sőt. Becsukta az ajtót. Az ajtót se én csuktam be, Polla. Látom, látom. Hát de ne, ez kiidegel. Keresem, de... Nem találok se szellemgömböt. Írt a könyvbe, nem írt? Nem, sajnos. Új, támad, bújj el. Úristen. Mi történt? Úristen. Lesikerült fotózni? Megvan, hála jó égnek. Ez utolsó fotónk végre. Oké, Polla, nagyon gyere rossz ki. Volt. Nagyon rossz ja, volt. Ja, itt vagy nem. Már. Egy arcot láttam, egy arcot, de úgyhogy csak félig nézett ki a pult mögül. Érted? Jézus, nem állt, nem olyan. Egy de, félig nézett ki csak a pult mögül. De amikor felvisítottam, mint egy kis malac, hallottad te is azt a hangot? Ez igen, igen, de ez valami borzalmas ez a szellem, és nézett, felén fordult, mi történt, milyen update ez, ilyet eddig nem csinált, Dúlva. Be volt bújva a pult mögé, és csak félig nézett ki onnan, hát ez olyan volt, mint egy filmben. Meg amúgy jaj, de rossz volt. Így nem könnyebb látni, hogy átfut, vagy így nehezebb ebben a... Hát, így szerintem nehezebb, meg csak így lehet látni az orbokat, hogyha jönnek. Tell me a story. Egyiket sem. April Brooks a neve amúgy. Hát azt nem merem kimondani. Ami pont április van, haha. Kinyitotta az ajtót. De amúgy nem pont áprilisban születtél? Én? Uh-huh. Nem, én augusztusban, majdnem. És te? Én igen. Te is április? És mikor? Valamiért úgy rémlett, hogy majdnem, hogy egyszerre van a születésnapunk, de akkor nem. Majdnem egyszerre van végül is. Mindent kiikszel, azt mondja nem. Ő nem válaszol. Ilyen kérdésekre... Nem óhajt válaszolni. Nem, ilyen bináris betagozódásban ő nem kíván részt venni. Elégedj meg azzal, hogy kinyitja az ajtót, meg becsukja. Ó, micsoda, vlog videó. Ja, tedd valahogy másik irányba. Igen, valahogy úgy, hogy jobban láthassak az asztal sarkára is rá. Új, Hunt-tól velekül. Még nem Hunt, de... Ja, majdnem. Nekem már vibrál a képernyő. Azt a rohadt! Ez egy átlátszó gyerek! Kajak? Ez egy átlátszó gyerek, de én ilyen szellem külsőt, én még nem is láttam sose. Akkor ez valami új lehet. Na, tedd le, igen. Nem ugyanoda tedd a kamerát, hanem az asztal. Nem ugyanoda, de ez borzalom most. Hát ez őrület, ez a szellem. Basszus, úgy néz ki, mint egy amorf gnóm. Az a baj, hogy megzavar a világításod, sajna, de most azt nem akarom kérni, tölti, kapcsold le a lampádat, nyilván. Megnézem, hogy a szenitém. Bár amúgy, hogyha sötétben támad, az is egy jel. Amúgy várjál csak, a Jean az nem tudja felkapcsolni a lámpát? Mindjárt nézem, várjál. Vagy az áramot, valamit szeret a Jean. Az gyorsabban közeledik, ha a célpontja messzebb van, megfosztható a képességétől, ha lekapcsolod a helyszín áramforrását. Ja, akkor ez áramot szeret. EMF mérő 5-ösnek kell lennie bizonyítékként, hogyha még azt akarnánk. A hantú pedig szellemgömb kéne, hogy legyen, a démon meg szellemírás. De hát az a baj, hogy egyiknek sincs, meg a harmadikja így nagyon nehéz. Igen. Ja, három közül nem. Akkor még valamit muszáj jönne már megtalálni. De beszélni nem beszél viszont. A könyvet nem tölti ki,
nem szalad át azon a szaron, EMF mérő meg nem volt, igaz? EMF mérő sem volt, igen, de most visszamegyek megint, és megint megnézem, hogy mi a helyzet. Vagy akarsz te bemenni most? Jó, megyek. Lehet együtt kéne bemenni. Ott amúgy helyben nem látod, ha átfut? Nagyon ritkán. Elvileg beadhatja, de a szellemeknek a 90%-ánál nem. Kamerán keresztül kell nézni. Szellemgömböt egyáltalán nem láttam, és azt szerintem, hogyha lenne, akkor már biztos, hogy láttunk volna, nem? De azonnal megcsörren a telefon, tehát mintha hallaná, amit mondok neki, csak nem... Szóval jelez, de nem beszél, igen. Igen, igen. Szóval te kérted, hogy adjon jeleket, ő ad végül is. Igen, tehát nem hülye. Azért nem teljesen hülye. Ez felér egy beszélgetéssel. Lehet kénytelenek vagyunk tippelni, mert igazából egyik sincs. Akkor figyelj, csináljuk azt, hogy próbáljuk meg most így kitalálni, amink van. Táplálkozzunk mindenből, amink van jelenleg. Szerintem akkor a démont azt alapból húzzuk ki. Azért, mert ugye az a nagyon agresszív, és élvezi a hántolást, úgyhogy már valószínű több hántolásból is részt kellett volna, hogy vegyünk. Tudod mit? Tippeljük be. Legyen akkor gin. Ha meg nem gin, akkor iszunk egy gint. Jó. Úgyhogy várjál, milyen berakom először a gint. A hűtőbe. Na még egy utolsó pillantás. Így se látszik semmi. Így se látszik semmi. Nincs kedve még utoljára futkorászni. Utolsó másodpercek. Most vagy soha futkorásszál, kis köcs... Hantu! Hantu! Hogy Hantu? Na várjál! Mindegy, 90-et kaptam. Én is 90-et kaptam. Na várjál, nézzük már meg a Hantut, nem bírom. Van itt könyv alapból? Nincs. Nem bírom. Meg kell nézni, hogy a Hantu mi volt, meg ki vagyok teljesen. Egy gyertyát vegyél csak. De én vettem most mozgásérzékelőt. Ja, jó. Gyertyát viszont találhatunk, nem? Hát igen, de hogyha nincs esetleg, vagy lehet, hogy most se fújt el, mert hogy egyszer nem, olyan messze volt tőle egy gyertya, hogy egyszer sem ment oda. Az igaz. Meg az olcsó. Én nekem azt mondtam, hogy az tényleg olcsó. Amúgy az a legolcsóbb. Most már lesz mindenünk, most már olyan comeback-et tolunk, most már visszahozzuk magunkat, tessék, streamben ott megaláztuk magunkat. Amúgy kajak. Minden pénzünket, ezt most visszanyerjük szépen lassan. Akkor van mindenünk? Tudja, hogy valamit elfelejtünk megint. Ezt a luxus néz már, atya-gatya. Már szikünk ezt... van, füstölő. Mi? Nem raktuk pont, be? Pont azt annyira kéne, mondtam, tehát, annyira mi? Mondtam. De hallod, volt... Most mi legyen, menjünk haza? Menjünk a hallod, volt füstölőnk, csak nem raktuk be. El jó, kell menekülni van. A szellem elől vadászat közben, az te leszel. Érde, hogy a szellem egy sókupacon átsétel, és gyertyát elfolyan. Na jó, szerintem ezek teljesíthető feladatok. Na, ez megvan. Hozok sót. Ó, csak meg ne halljunk útközben. Ja, amúgy eléggé necces ez a el kell menekülni a szellem elől dolog. Jövök már. Jó, nézd csak már. Ide. Nem tudom, melyik tettek az ijesztőt. Eddig körbenézek, hát van elátkozott tárgy. Majdnem ugyanaz a ház. Jobbá. Ja, hogy ez már fel van kapcsolva. Közben amúgy azt nézem, hogy hova tudnám letenni a sókupacot, hova érdemes. Még van egy emelet, igaz? Ott még egyikünk se volt. Ja. Általában az ilyen helyeken mindig az emelet a ludas. Nézzük, amúgy öngyújtó. Ez igen. Mi? Neked esett le valami a háttérben? Kis kutyus, belökött valami? Ja igen, bocs, játszik a plüss állatával, elnézést. Ja nem, az tök jó, az megnyugtató ez a tudat, csak mert nem tudtam, hogy itt most vajon... Itt jön. Na neked tök jó, hogy ott van a kis szőrös állatkád és az adszenit itt. Na hello, üdvözlök mindenkit, ez itt egy house tour, itt van velem Bence, és ebben a részben... Milyen rutinosan. Ez kitördett, hogy kamerát fogta. 10 év, az 10 év. Hova rakjam szerinted? Ide lerakom hát, addig még meg most. Kell kerestünk, még meg kell kerestünk. Viszont hozok egy öngyújtót, mert találtam itt gyertyát, és amúgy az fontos, hogy elfújjon egy gyertyát, az az egyik feladatunk. Na várj, itt egy... Ide ledobom a gyújtót, és hozok még be cuccokat, ami még kéne egy könyv. Jézusom, hallott, tudod, hogy beszartam az üvegben, így elmentél így az ablakban, üvegbe, ablakban. Mi van nálad amúgy?
EMF és hőmérő, de itt lesz fent szerintem. De hát akkor nem akarsz hozni valami harmadik dolgot is magaddal? Hát jó, és egy lámpa is, szóval. Ja. Meg vagyok telve. Nem létezik se csont, se elátkozott szar. Amúgy nekem se, gyanús. Semmi. Ez lehet, hogy frissült úgy, hogy a közepesen... Várj, ez koszos víz? Kapcsoljuk már fel a villanyt. Na! Ne, nem akarok lemenni a pincébe ezért. Lejövök veled. Hallod, nézd már meg te is, hogy koszos az a víz? Mert olyan, mint a koszos lenne az a víz. Pillanat, csak még ezt a szobát, az utolsó szoba, amit át akarok vizsgálni. Lehet, hogy a pincébe van izé? Jó, na most. Koszos a víz? Ó! Ötös! Akkor ide, ide rakom, várj a könyvet. Interaction hogy, megvan. Hogy kell lerakni? Ezt is fotózna. Az ötös elmef. Hogy kell lerakni a könyvet? Baszki. Csak ötös elmef, el fog menni, elment, ne! De ezt muszáj lefotózni? Az is pénzt ér. Jó, basszus, nem tudtam. Nem baj, nem baj, nem baj. Úgyis már túl sok pénzünk van, nem tudunk valamit kezdeni. Túl sok? Pont, hogy most vásároltuk le az összeset. Tudom, azért mondom. Aj, ne. Mit, na gyere, kapcsoljuk vissza a lámpát, mert így jobban megfog minket támadni. Még átkutatom egy gyorsan itt a maradék szobát. Meg akarom nézni, hogy... Tehát menjünk már föl. Hát de menjünk már. Hát jó van, pillanat. Mi van amúgy? De tudod, hogy hogy mondom amúgy? Hát te ilyet itt tényleg. Itt sincsen semmi a garázsban. Itt én mondom neked, hogy hát menjünk már föl. Te meg itt kutatsz, de, de így, így mondom folyamatosan amúgy. Na szép. Menjünk jól már föl van. Amúgy. Azt sem tudom mennyi a szanitin. Tele vagy teljesen? Mi van nálad, ami kell? Csak három? Várjál, várjál, most csak hőmérő van nálam. És semmi más. Én ide lerakok, én azt mondom egyet, jó? Jó, 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 itt le, ez a folyosó, gyanús meg ez a WC. Hogy tudom lerakni ezt is? Ez ja, most mi így. Volt? F-fel kell mindent akkor lerakni. Igen, ez a folyosó gyanús. Meg szerintem... Itt leesik a hőmérséklet 3 fokra. Ide is rakok, 3-at lehet lerakni, igaz? Mhm. Uh-huh. Akkor... Ide is rakok még egyet, hát ha... Ja, ez a folyosó lesz. De viszont majdnem... olyan csak... Nincs... Olyan nem lehet... Itt a csont! Tehát elmentünk oh, mellette. Mi? Mi? Ez? Nem viszem el ezt, de itt sétáltam 3-szor, ez nem létezik. Ajaj. Oh, jó, az biztos ötös. Oh! Na, na? Fotózz le az ötöst, fotózz le az ötöst. Várjál, megyek, csak elfáradtam pont. Megvan? Meg... Oké, már csak egy képen van. Igen, interactionre meg... Nem, hogy le kell viszont... fotóznom a szellemet? Nem, csak pénz. Hála jó égnek. Viszont nem izélt. Belesikított a fülembe, de nem ment át semmin. De hova rakjak még sót szerinted? Még egyet tudok rakni. Jó ez itt a folyosón. Na, én hozok akkor cuccokat, akkor mi kell? Akkor most már mondhatod, hogy mindent hozok. Lentről hozzunk. De várjál, ide rakok még egy sót. Jó. Amúgy tudok még rakni sót bőven. Nem csak 3-at lehet. Elfújta a gyertyát elvileg. Mert meggyújtottam itt lent a gyertyát, de már nem ég. Az nem azt jelenti? De, lehet, hogy csak a húzat. Húzat. A húzat becsapott. Nézzük meg. Hát, amúgy igen, nem nézd meg. Semmit sem x... Nos, szép! Bent, én már bevittem egy csomó cuccost, amíg te körbeszagláztál. Bent van a kamera, az öngyújtó. Nálam van só, meg fényképezőgép, ami igazából már nem szükséges, ha nem akarunk pénzt szerezni. Tehát akkor mit hozzak helyette? Hát ami most kell, az a nagy kamera, videókamera. Bizonyítékok, az viszont az EMF mérő az megvolt. Fagyos hőmérséklet nem volt, igaz? Ez nem, de még lehet. Oksi, új lenyomatot kereshetünk, akkor hozok egy UV lámpát. Szellemírás még lehet. Akkor a kamera, most legyen az az első, hogy a kamerát állíts már be fönt. Jó, akkor az benn van a kamera valahol? Aha, bent van a konyhában, raktam.
És én meg ezt addig ide lerakom, és hozok egy UV lámpát. Bár nem nyitogatott semmit, de azért hozok. Miben fogadunk, mire fölmegyünk, lekapcsol megint mindent, azt mehetünk le. Bocs. Ez most te voltál? Úristen, belelépett a showba, ez az. Belépett zsír. Akkor egy pipa. A kamerát hova rakjuk le? Én már letettem oda a folyosó végére, sajnos csak a földre, de... De letettem. Megpróbálok beszélni velem. Oksi, várj, én megnézem, hogy van-e fagyos hőmérséklet. Pillanat. Give us a sign. Várjál! What's your name? Jaaaaa, az anyád picsája! Ne várj, pont lehet átváltott a másik képernyőre, mikor futtott volna. Én nem tudom, de ez nagyon közel lihelt a fülembe. Basszus! Gáz van, igen. Mindig, amikor felveszed a kamerát, akkor valami nem oké. Bújjál gyors. Akkor nincs a folyosónál semmi olyan, ahova le tudod rakni. Pipálta? Meneküljél a szellem elől dolgot? Nem, csak azt, hogy érdemli átsétáljon egy sókupacon. Rakd a kád szélére, igen. Aha, az jó lett. Aha, király, tökéletes. Szellemgömb, akkor szerinted melyik nézetben lehet jobban? Give us a sign. Hát a fekete-fehérben. Oksi. Are you here? Meg mind a kettő úgy látszik amúgy. Én már láttam a másikban is átfutni. Give us a sign. Sőt, igen, nagyon ritkán beadja sima a nézetben is. Zöldben láttam eddig csak átfutni a legjobban, mert abban jobban kirajzolódott, mint most ebbe a fekete-fehérbe. Jézusom. Júj, nagyon rakócátlankodik, igen. Elment? Igen. De még mindig nem pipálódott, kihallod. Ez a fülembe üvöltött, és más hangokkal, mint eddig, de sokkal ijesztőbb hangon. Mit ért azon, hogy meneküljön a szellem elől vadász? Akkor ez nem vadászat volt? Vagy mi az Isten akkor? Ez konkrétan borzalmas volt. Ez egyértelműen vadászat, láttam, hogy utánad fut. Igen, meg bezárodott az ajtó is. Hát mikor zárodik be az ajtó? Csak akkor, hogyha vadászat van. És nyilván így elmenekültél előle, na? De láttad, hogy... Ezt a bullshit-et. Én... Tudod, milyen üvöltés volt a fülemben, mint amikor én mondtam neked, hogy ezt mondom, hogy láttam is, hogy ez tuti vadászat volt. Ez tök bágos. Közben amúgy a szellemírás kéne nézni. Azt is. Várjál, hol van itt ez a hőmérő? Ott van bent a folyosón, folyosó közepén van egy hőmérő eldobva. Az egy csó, ez nem az. Jaj, meg nem néztem izét, új lenyomatokat. Akkor hozz egy UV lámpát. Hú, én nullás szenitivel? Tudti? Hozzunk egy keresztet is, hát ha. Ja igen, vegyél be egy nyugtatót, ez sima. Jó, hozok egy keresztet, Isten engem úgy segélyen. Amen. Meg mit tudom én. Nézzük, Bence, te hány fokos vagy. 9,5. Most már 6,8. Hú, de gyorsan változik a hőmérsékleted. Hát figyelj, szellemgömböt még nem láttunk, de az biztos, hogy átfutott, úgyhogy. Tudni, akkor beírhatom a Dolls Projector? Aha, én is bejelöltem már, illetve... Mit jelöltem még be? Az EMF mérőt is bejelöltem. Amúgy itt az öngyújtó, és rohadtul meg kéne... Megfogom. Fönt volt valami gyertya? Nem. Azt se hoztunk. Megnézem, várjál. Ledobom addig a gyújtót, hogy ne vigyem ki. Pillanat, de szerintem addig nem menj annyira. Messze, mert meg fogsz halni. Aztán nélküled nem megyek sokra. Nem hoztunk gyertyát. Hántól bújjál. Megint. És amúgy elbújtál valahol, vagy? Nem, érdekes, most ki tudtam sétálni a házba, az nem hánt volt akkor, vagy mégis? Akkor ez csak ijeszgetés. Lehet, hogy ijeszgetés akkor csak. Előzőleg, mikor támadott, akkor elbújtál valahol, vagy sikerült Igen. leráznod? Igen, üldözött, aztán elbújtam, és akkor lerázódott rólam. Meg becsukta az ajtót, tehát mindent úgy sem, mint egy nem lehet, hogy úgy érti akkor ezt direkt ilyen nagyon bunkó módon, hogy szó szerint menekülni el, hogy menekülsz, és akkor egy idő után feladja? Igen, de valószínűleg arra gondol, igen, hogy konkrétan üldöznie kell hosszú távon engem. Azt meg én nem akarom. Hát az meg érted, ki akarná. Na, vegyük rá, hogy elfújja a gyertyát, ha visszak benne a gyertyát, akkor nád van öngyújtó. Ja, igen, benn hagytam direkt az öngyújtót. Hőmérő van még nálam. Megfogom a szöngyújtót, és akkor fönt gyújtsuk meg a gyertyát. A hőngyújtót. Hőngyújtót. Tegyük majd a folyosó közepére.
Gyújj, tessék. Hogy kell? F. Át. Azaz. Hát 11 fok van. 14. Te egy, a zuhanyt azt nyitottam meg? Nem. Futás! Úristen! Megyek le a pincébe. Meg fog ölni, tuti. Jön le. Hú, na most vajon ki tudja, vagy melyikünk tudja, hogy mikor van vége a huntnak. Szerintem már vége. Hallasz még lépéseket? Nem. Akkor talán vége. Viszont, várjál. Új, hunt van megint! Kapcsol le a lámpát és bújj be valahová. Pont, hogy amikor kijöttem, rám csukta az ajtót. Meg akarom nézni. Igen, még hunt van, úgyhogy maradj ott, ahol vagy. Jó, ezt a hőmérsékletet elengedem, mert nem volt sehol. Hát hallott, a legmelegebb ott volt, ahol támadott. Egy 15 fok volt körülbelül. A melyik hunt? Nincs már. Viszont hallod, gyereki? Mindenki pipálódott. El tudtunk menekülni a szellem elől is, és elfújta a gyertyát is, úgyhogy gyereki... És kiértem, kiértem, Polla megcsinált. Ez az, hogy kiértem! Fú, amúgy ez azért elég kemény menet volt. Itt kockáztatni hát, kellett. Pincé, úristen, és 9 szedit itt maradt, hallod? Jézusom, hát tudod, hogy izgultam? Na, megint van. Átfutott, láttad? Pont nem láttad. Most pont nem néztem oda, de jó amúgy... van, akkor örülünk neki. Akkor ezt biztosan meg tudjuk erősíteni. De mi lesz az utolsó? Nem láttam szellemírást egyáltalán amúgy. Szerintem kiúszhatjuk a szellem gömböt. Viszont itt megint az a baj, hogy mi nem tudjuk az utolsót. Fagyos hőmérsékletet fixen húz ki, mert mindenhol 10 fokok voltak. Nem ment. Hat alá nem ment. Húzzuk azt is. Akkor mi az? Vret meg Gorió lehet. Lidérc is, hogyha mondjuk a szellem gömböt még nem húzott ki. Na várjál, mindjárt nézem. A Lidérc, azt tessék kérem, az egyik legveszélyesebb kísértet, ez az egyetlen ismert szellemtípus, amely képes repülni és átsétálni a falakon. Nem érintkezik általában talajjal, és nem állapított. Akkor nem ez, mert nekünk belelépett a showba. Úgyhogy a Lidérc az kihúzva. A Gorió... Ugyan nyomatokat nem néztünk, mi? Nem, nem néztünk sajnos. Akkor egyedül az lehet, mert szellemboxban nem beszélt. Vagy ez EMF mérőt se haszt... Ja de, bocs. Meg volt szellemfüzetkébe sem írt. Szóval egyedül a fingerprint lehet, amit nem néztünk. Általában csak akkor mutatja meg magát a Gorió kamerán keresztül, ha senki sincs a közelben, ez kamu, mert nálad rögtön megjelent melletted konkrétan. Úgyhogy Goriót is amúgy kihúzhatjuk. De lehet úgy gondolta, hogy ha senki sincs a házban, nem? És akkor tényleg csak én voltam egyedül bent a házban, de nem volt úgymond senki sem a közelben. De hát amikor elfutottál a folyosón, ott ment utánad rögtön. Hát igen, de lehet, hogy úgy gondolja, hogy senki sincs a közelben, hogy akkor egyedül én voltam bent a házban, és azért mutatta meg magát kamerán keresztül is. Vagy hát jó, nem tudom igazából, csak tippelek. De hát csak akkor mutatja meg magát, senki sincs a közelben kamerán keresztül, csak akkor mutatja meg magát. Viszont amikor a közelben voltál, is megmutatja magát kamerán keresztül. Úgyhogy... Mondjuk egy másik szobában voltam, mennyire számít közelnek neki? Hát, hogy amikor futottál a folyosón, utánad futott. És innen jött ki ebből a szobában, ahol van a kamera most? Várjál, mert most még... Hát valahol onnan futott át. Új, de rossz, te jó ég. Na, de viszont... Na jó, hát akkor nem tudom. Várjál, van még egy lehetőség, a Raiút megnézem. Folyamatosan megzavarja az elektromos eszközöket, ezáltal könnyebb nyomon követni támadáskor.
Hát itt amúgy szellemgömb kéne még bizonyítéknak, annyi, hogy azt mindegyik szellem megzavarja ezt a kamerát, nem? Amit leraksz. Igen, én ezt nem tudom, mivel érzékeljük ezt, hogy megzavarja az elektromos eszközöket. Hallod, azt sehol nem találd. Sehol, mindig. Sehol, direkt én... Ah, oh, látod? Ott van. Aha. Be is bugolsz. Kiment a falnak izomból. Én egyedül a fingerprintre tudok tippelni, mert azt nem néztük. És azért mozgatott. A szellemírás sem néztük meg, nem? Én legutoljára még, amikor a gyertyát elfújta, akkor még rápillantottam, és akkor még nem volt ott semmi. Aha, kár, hogy innen most ne pont nem látjuk. Á, meg innen kifutott a falnak. Nagyon hát aktív. A gondot bemehetsz, téged még valószínűleg nem üldözze, de engem már biztos, hogy igen. Azt nézem, hogyha beixelem az új lenyomatot, az viszont, hogyha beixeled, akkor csak a gorió van. Viszont ugye azt beszéltük előbb, hogy várjál. Hát jó, de nem tudom mennyire megbízhatók ezek a szellem leírások. Azt írja, hogy nem mutatkozik meg. Várjál, a gorió az csak kamerán keresztül látható, mikor áthalad a DOTS projektoron. És általában csak akkor mutatja magát kamerán keresztül, ha senki sincs a közelben. És ritkán tűnik föl a halálozási helyétől távol. Viszont akkor ez a gorió annyiban lehetséges, mert ő csak fönt volt körülbelül. Egyszer ment le, kergetett le minket. Akkor kamerán keresztül láttam a legtöbbször, és most lehet, hogy amikor te menekültél, akkor lehet, hogy pont tévedtem, tudod, szóval, hogy... Igen, hát megbízhatatlanak ezek a leírások. Viszont kamerán keresztül láttuk a DOTS projektoron. Csak kamerán keresztül látható, mikor áthalad a DOTS projektoron. És többször is áthaladt a DOTS projektoron, úgyhogy akkor gorióra tippelhetnék. Én ha tippelhetnék, erre tippelnék most, de amúgy, ha nagyon biztosra akarunk menni, még egy fingerprintet megnézhetünk. Annyira aktív most. Úgy vagyunk így is. Igen, hogy szerint, hát ahogy fölmentünk, emlékszel, rögtön behantolt minket, szóval szerintem 44%-ommal is simán. Jó, jó, amúgy 3 küllet és teljesítettünk, egy csomó jó fotónk van, az már csomó pénz. Ó, amúgy nézzük már, milyen fotókat szereztünk. Interakció. Hallod, amúgy a közeli EMF mérőmet nem is vette fényképnek. Pedig azon jobban látszik. Ja, várjál, amúgy a teljesíthető feladatoknál te a naplóba láttad, hogy kulcsok, amiket találhatunk, és az előzőeknél én találtam, csak nem tudtam, hogy ezt fel lehet venni. Egyet találtam. De azt felvetted? A kocsi kulcsot? Az előzőnél? Igen. Ja, jó, oké. Mert én ezeket nem is figyeltem, hogy van ilyen. De ezeket nem is kapunk semmit, vagy igen? Hát akkor szerintem miért van? Nem. Hát azért, hogyha szirénázik az autó, akkor le tud állítani. Meg hogyha van több bejárat is, akkor ki tudja azokon is menni. Na jó, akkor... Goriót beizélted, új lenyomatot beixelted, utoljára még nézzünk egy sort. Szellemgömb, cic. Fiam, eddig nem volt akkor, most miért? Nem lesz most sem. Zárhatom? Zárjad. Jézusom, ez ilyen aktív volt akkor sem, amikor bensa voltunk. Mondom, hogy nagyon aktív, azért nem merek visszamenni. De ha nem az, akkor én nem tudom, Vence. Akkor is kapunk egy csomó mindent. Hát... Lidért! Lidért! Hogy nem, lehet hát az lett volna Lidért? Másik. Az lett volna másik, amit még lehetett. A fingerprint akkor az nem jött be. De lehet 120, az is valami. Amúgy igen. Nos, ennyi lett volna ez a videó. Nagyon remélem, hogy tetszett és élveztétek. Hogyha szeretnétek még esetleg, hogy Bencével fazmofóbiát játszunk, és esetleg azt is, hogy más is legyen benne, akkor mindenképpen nyomjatok nekem egy lájkot visszajelzésképpen, és akkor iratkozzatok fel további tartalmakért. Kész csók mindenkinek, és a következő részben találkozunk. Sziasztok!